Köszöntöm nézőinket, Önök az Aktuálist látják. Nemrégiben a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évindítót tartott, ahol természetesen a NAV is beszámolt, mégpedig Békés megyei adatokról. Például a foglalkoztatás, vagy éppen az átlagbérek alakulásáról, emelkedéséről, vagy a vállalkozásokat érintő áfa kulcsokról is szó volt. Most pedig meghívott vendégünk Kovács Tamás, a NAV Békés megyei adó- és vámigazgatóságának igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást, én is tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Ugye igen komoly változások voltak az elmúlt években az adószerkezetben. Ezek mennyire érintik akár a családokat, vagy akár a vállalkozásokat? Mondhatjuk azt, hogy 2010 év óta a magyar adórendszer szerkezete teljes átalakuláson esett át. Ugye volt egy gazdasági világválság 2008 környékén, ami begyűrűzött Magyarországra is. Gyakorlatilag el kellett dönteni az államnak, hogy milyen eszközöket választ ahhoz, hogy tudja a sorokat rendezni, hogy tudja a problémákat kezelni. Rájött az állam arra, és a Nemzetgazdasági Minisztérium egy új koncepciót dolgozott ki, hogy a korábbi tőkejövedelmek és munkaterheket csökkenteni kell. A tőkejövedelmek nagy mértékű adóztatása, a munkaterhek magas szinten tartása, az komolyan torzítja a vállalkozók döntéseit, ugyanis ha a tőkejövedelmeket komolyan adóztatja egy állam, nincs inspirálva arra a vállalkozó, hogy tőkét halmozzon fel, ingatlanokat, ingóságokat, tárgyi eszközöket, tehát hogy hosszú távon gondolkodjon. Ugyanez a helyzet a munkaerővel kapcsolatosan is. Abban az esetben, hogyha magasak a munkaterhek, nincs motiválva arra, hogy minél nagyobb munkaerőt halmozzon fel, minél szélesebb körben fejleszte a termelő tevékenységét. Nagyon fontos, hogy a tőkejövedelmek és a munkaterhek helyett inkább a fogyasztási típusú adókra koncentrált az állam. A kormánynak a szándékai alapján ugye az általános forgalmi adó a súlypont, illetőleg voltak új adónemek, amik bevezetésre kerültek. Ilyen volt a biztosítási adó, bankadó, a tranzakciós illeték, és még sorolhatnám. Tehát azokat a piaci szereplőket adóztatta meg az állam, ahol a tőkefelhalmozás nagyobb mértékű volt, és megpróbálta tehermentesíteni a magánszemélyeket, vállalkozásokat, mert a gazdasági világválság egy kelet-európai ország szereplőit sokkal súlyosabban érintette, mint nyugati társaikat. Mit mutatnak egyébként az adatok? Most már ugye megtörtént ezeknek az átnézése, az átvizsgálása, és ugye elég sok diát is láthattunk, amit majd a beszélgetésünk végén egyébként be is fogunk játszani. Tehát, hogyha nézzük mondjuk Békés megyét, és azt, amit ugye már az elején is említettünk, hogyan alakultak a bérek, mi történt egyébként most ezekben az utóbbi néhány évben, ugye 2010-től vizsgálták az időszakot. Igen. Nagyon-nagyon lényeges, hogy a gazdasági világválság ugye 2008-2010 környékén tetőzött, nagyon sok vállalkozás és magánszemély nehéz helyzetbe került, hiteleik voltak, kölcsöneik voltak, kiszolgáltatott helyzetben voltak. Az állam ahelyett, hogy még nagyobb terhet tett volna rájuk, inkább azt választotta, hogy a fejlődést, a fejlesztést, a támogatást tartsa szem előtt. Ez nagyon fontos, mert Magyarország adatai, azok arra mutatnak, most már elismerik egyébként az Európai Unió és a szervek is, a különböző nemzetközi gazdasági kutatóintézetek és az eredményeket, arra mutat, hogy ez a gazdaság ösztönző gazdaságpolitika, ez kifejezetten pozitív hatású volt. Nagyon komoly viták vannak a világon azzal kapcsolatosan, hogy egy válsághelyzetet hogyan lehet megfelelően kezelni. Nehéz helyzetbe kerülő magánszemélyeket, vállalkozásokat hogyan lehet támogatni. Nagyon lényeges, hogy 2016 évben már komoly változások indultak el, amik ebben az évben folytatódnak. Három komoly vívmánya volt országos szinten az adóhivatal átalakításának. Az egyik az adózói minősítés. A cégjegyzékbe bejegyzett adózókat, három cégjegyzékbe bejegyzett és áfa fizetésre köteles vállalkozókat három kategóriába sorolta be az adóhivatal, és minden negyed év utolsó napján újra minősíti, vannak a megbízható, vannak az általános és a kockázatos adózók. Ez azért nagyon fontos, mert a megbízható adózókat, azokat kevesebb ellenőrzéssel szokták megkeresni, náluk rövidebb az áfa kiutalás ide, és különböző kedvezményeket kapnak, tehát megéri ebbe a körbe tartozni. Az általános adózókra általános szabályok vonatkoznak, a kockázatos adózókra pedig jobban odafigyel az adóhivatal. Az adózói minősítés mellett nagyon-nagyon fontos az adótudatosság. Egy olyan program indult el, ami alapján már iskoláskorban megpróbáljuk az állampolgárokat tájékoztatni az alapvető kötelezettségeikről. Már gyerekkorban el kell kezdeni, hogy mi az a közteher, mi az az adó. Nem ez a legfontosabb dolog, de nagyon fontos, hogy úgy nőjenek fel, hogy természetes része legyen az életüknek. Az adótudatosság
az az ember egész életén át húzódó olyan tulajdonságnak kell lennie, amit szem előtt kell tartani az oktatásban. Ugye a diákok, a gyermekek, hogyha már gyermekkortól kezdve megismerik azt, hogy adót fizetni kell, ebből működik az állam, a kórházak, az intézmények, iskolák, stb. Teljesen más szemlélettel közelítik meg az adóhatóságot. És van még egy nagyon fontos része a 2016-os évnek, bevezetésre került az úgynevezett ügyfélcentrikus szemléletmód. Ugye korábban az adóhivatal elég sokat hozott hatósági határozatokat különböző adózókkal szemben. Ennek a számosságát tekintve komoly változások vannak. Most már a bírságolás, szankcionálás helyett inkább a segítő, támogató szemlélet a lényeg, mert az adóhivatalnak is az a fő célja, hogy a bevételeket biztosítsa, nem az, hogy minél többet büntessen. Ezzel az ügyfélcentrikus szemléletmóddal kapcsolatosan nagyon szkeptikusak voltak az emberek, de Békés megyében számokat tudok mondani. 2015-ben 6565 mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal, 2016 évben pedig 1187-et. Tehát töredékére esett ez a szám. Vagy mondok még egy számot, az utólagos ellenőrzések, ezek a klasszikus adóhatósági ellenőrzések, 2015 évben 948 esetben fejeződtek be, míg a következő évben 524 esetben. Ez ugye közel a fele, de ebben az 524 esetben benne van a korábbi évek elhúzódó ügyeinek a befejezése is. Tehát a korábban évek óta húzódó adóügyek 99,6%-át befejeztük. Ez azt jelenti, hogy az adózók minél rövidebb eljárás alatt vannak, hogyha ellenőrzés alá vonják. És van még egy nagyon fontos eszköz, ez az önellenőrzés. Korábban nem volt mutatószám, azonban 2016 évben 471 esetben adtunk lehetőséget arra az adózónak, hogy kijavítsa a hibáit, a hiányosságait, ezért nem kellett szankcionálni, nem kellett büntetést kiszabni, és az adóhatóság és az adózó is úgymond jól járt ezzel az önellenőrzéssel, mert a bevételt biztosítani tudtuk, az adózót nem érte semmilyen joghátrány, és folytathatja tovább a vállalkozását. Tehát több esetben adunk lehetőséget arra, hogy javítson. De nagyon fontos, hogy az adóhivatal elsődleges feladata a bevételek biztosítása, és hozzátenném azt, hogy a szándékos tudatosan adóelkerülők, valamint a megtévejedő vagy szabálytévesztők között azért nagyon nagy a különbség. Az adóhivatal felelősség, hogy megtalálja az utat, hogy melyik kategóriába tartozik. Nagyon fontos még 2017-es változás, hogy az adóhatósági ellenőrzések rendszere átalakul. Amennyiben a kockázatkezelési rendszer valamilyen adóügyi kockázatot tár fel, akkor három lehetősége van az adóhivatalnak. Vagy támogató eljárás kezdeményez, vagy utólagos ellenőrzésre kiválasztja az adott adózót, vagy büntető ügyet kezdeményez. Nagyon lényeges, hogy a támogató eljárásnak a lényege, hogy ez alatt és az itt javított hibák miatt nem lehet bírságolni. De nem minden eljárás kezdődik támogató eljárással, mert vannak olyan súlyos ügyek, ahol egyből ellenőrzést vagy büntető eljárást kell kezdeményezni. Tehát azt tudom mondani, hogy a szándékos, tudatos adóelkerülőkön kívül minden adózó kedvezőbb helyzetben van 2016-tól, és mindemellett a Nemzetgazdasági Minisztérium által adott tervszámokat sikerült teljesíteni. Tehát egy úgymond baráti, barátságosabb, ügyfélcentrikusabb, szolgáltatóbb jellegű működéssel sem csorbultak a bevételi mutatók, ez nagyon fontos. Mert az államnak a szerveit ugye ezekből az összegekből dotálják. Ugye Magyarországon az adóhivatal körülbelül a költségvetés 95%-át biztosítja, tehát a legnagyobb bevételt szerző szerv. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ez tényleg egy szemléletformálás, és úgy tűnik, hogy be is váltotta hozzá fűzött reményeket. Tehát próbál a NAV ténylegesen úgy tekinteni az adózóra, legtöbb esetben, mint aki ténylegesen véletlenül mulasztott. Hát aztán, hogyha olyan ügyek vannak, ami büntetőjogi felelősséget fog maga után, akkor természetesen abban intézkedik. Na most ugye beszéltünk már a top 100-ról, elég sokat ezekről a vállalkozásokról, és rátérhetnénk-e most erre, ugye Békés megyei vállalkozásokról van szó, és diákat látunk. Hát miket látunk ezeken a diákon, és egyáltalán miről is van itt szó, miért top 100 ez a vállalkozás? A top 100 kiadvány, ezt be is tudom mutatni, és át is adok önnek egy példányt itt. Köszönöm szépen. Ez Békés megye 100 legsikeresebb vállalkozójának, kettős könyvelést folytató vállalkozásának az összefoglaló anyaga. Ezt a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Központi Statisztikai Hivatal szakemberei állították össze. Ennek a top 100 kiadványnak az a célja, hogy a piaci szereplők tájékozódjanak, elmélyüljenek a Békés megyei adatokban, és a döntéseik során fel tudják használni az itt szerzett adatokat.
Nagyon fontos ebben, hogy a top 100-ban a legnagyobb, a költségvetési bevételekhez legnagyobb mértékben hozzájáruló vállalkozások kerültek be. Békés-megyében mondható, hogy ezek a legsikeresebb vállalkozások. A top 100-ban körülbelül 1,5 milliárd forint árbevétellel sikerült bekerülni. Mi sem mutatja jobban Békés-megye helyzetét, mint az, hogy például Bács-megyében a 100., tehát az utolsó ilyen vállalkozás az 5,7 milliárd forintos árbevétellel rendelkezik, itt meg 1,5 milliárddal. Tehát óriási különbségek vannak egy Békés-Bács vagy Békés-Csongrád megye között. Az itt vállalkozók sokkal nehezebb helyzetben vannak, nehezebb megközelíteni, viszont van egy érték Békés-megyében, a munkaerő és a szaktudás. Nem csak azért jönnek ide komoly termelő vállalkozások, mert olcsóbb a munkaerő, az egy szempont, hanem azért is, mert jó minőségben el tudják végezni a munkát, a rábízott feladatot az itt dolgozó vidéki szorgalmas emberek. Ez a top 100 vállalkozás az összes békés-megyei vállalkozás árbevételének a 48,6%-át biztosítja, tehát ez a 100 vállalkozás az, amelyik húzó ágazat. A 2014-es, ugye ebben a kiadványban 2015-ös gazdasági évről van szó, 2014-es évhez képest ez a top 100 vállalkozás, az ebben a körben tartó vállalkozások több mint 16%-kal növelték a nettó árbevételüket. Mondhatjuk, hogy ez a húzó szerkezete a vállalkozásoknak, ugyanis a többi vállalkozás csak 2,4%-kal tudta növelni ezt a bevételt. És szeretném, hogyha néhány diára akkor ránéznénk. Igen. Békés-megyét érintően ugye lényeges, hogy sok területen csökkent az áfa kulcsa, és sokan attól féltek, hogy az áfa kulcs csökkenése tulajdonképpen az értékesítés negatív változásával fog járni. Ez nem így történt, ahogy látjuk az ábrán, az 5%-os értékesítés, tehát az 5%-os áfatartalmú értékesítés évek óta növekszik. A diagramon is látszik, hogy a növekedés mértéke csökkent, de a növekedés folyamatos. Tehát az áfa forgalmak alakulása az alacsonyabb áfa kulcs esetén kifejezetten ösztönzőleg hatott ezen a területen. Nagyon fontos, hogy az áfa bevétel, ugye az általános forgalmi adó, ahogy mondtam, a kiemelt adónem, az összes adóbevétel körülbelül 1/4-ét teszi ki. Tehát ez egy kiemelt adónemnek mondható. Az áfa kulcsok csökkentése sok szempontból egyfajta ösztönzőleg hat, ugyanis olcsóbban tudja adni a termékét, a szolgáltatását az alacsonyabb áfa kulcs alá tartozó vállalkozás, ezáltal ösztönzőleg hat. Tehát többet tud eladni, többet tud értékesíteni, ezáltal a kisebb adókulcsból is biztosított ugyanaz az általános forgalmi adó mérték, ami a nagyobb áfa kulcs mellett ugye torzítólag hatna. A nagyobb áfa kulcs, vagy a nagyobb adókulcsok azok mindig ösztönöznek az adó elkerülésre. Következő diát, hogyha megnézhetjük, fordított adózás hogyan hatott az adóra. Ugye voltak olyan tipikus kereskedelmi ügyletek, például cukor, olaj, gabona, ahol nagyon sok költségvetési csalást követtek el, korábban adócsalásnak tevezték ezt a bűncselekményt. A fordított adózás kifejezetten ösztönzőleg hatott a fizetendő adó alapjára, tehát ezen a területen egyfajta tisztulás, és a fizetendő alapja szempontjából kifejezetten emelkedés figyelhető meg, ez is ösztönzőleg hatott. Egyre több területre kiterjeszti egyébként az állam a fordított adózást, ez egy tisztább, sokszor egyébként nagy terhet jelent, de sokszor tisztább feltételeket biztosít. 2017 évre egyébként 3 fő célja van az új adócsomagnak, és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. A 3 fő cél pedig a versenyképesség növelése, bürokrácia csökkentése, és nem utolsó sorban a gazdaság fehérítés. Tehát a szürke, fekete gazdaságban lévő minél több pénzt be kell vonni, és adóztatás alá kell vonni, mert ezáltal kedvezőbb helyzetbe kerül az állam és az állampolgárok is. Következő diát nézve, a tárgyi eszközbeszerzések. Ezt azért hoztam be ezt a diát, mert nagyon érdekes, hogy mennyire látszik az Európai Uniós támogatásoknak a mértéke. Ugye 11-13 között viszonylag nagymértékű támogatások érkeztek hazánkba, és látszik, hogy a 14-ben van a csúcson a tárgyi eszközbeszerzések aránya Békés-megyében, és ahogy az Európai Uniós források csökkennek, úgy 15-re már csökken a tárgyi eszközbeszerzéseknek a mértéke is. Nagyon fontos, hogy ismételten beinduljanak majd az uniós támogatások, és az uniós támogatásoknak a felhasználása az megfelelő és szabályos legyen. Ez nagyon-nagyon fontos. Lázár miniszter úr elmondta, hogy a mezőgazdaságban juttatott nagyon sok Európai Uniós támogatás, sokszor jövedelemkiegészítés vagy gépkocsikra ment el.
arra kell felhasználni, amire felveszik, mert ezzel termelőeszközöket tudnak szerezni. A következő diára rátérve, nagyon-nagyon-nagyon komoly probléma a vidéken a foglalkoztatottság. Ahogy látjuk a számokat, ugye 75 ezer alatt kb. 73-74 ezer volt a 2011 évelei foglalkoztatotti létszám, ami 2016 év végére 90 ezeret is majdnem elérte, ugye látszik a aktív foglalkoztatottak létszáma, folyamatosan növekedő tendenciát mutat, és nagyon érdekes, hogy az évközi kiugrások azok a mezőgazdasági és idénymunkát jelzik, tehát Békés megye egy tipikusan mezőgazdasági szemléletű, mezőgazdasági típusú vállalkozásokat tartalmazó megye, ezért ezekre jobban oda kell figyelni. Például az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai ezért kerülnek egyszerűsítésre, hogy minél könnyebben tudják az idénymunkásokat foglalkoztatni a vállalkozók. A következő dia az az átlagbér alakulásáról szól. Ugye Békés megye a kismegyéknek a munkahely megtartó képessége nagyban attól is függ, hogy mennyi az átlagbér. Itt fel van vetítve a minimálbér alakulása. A minimálbérhez képest a garantált bérminimum az ugye mindig magasabb mértékű volt, és nagyon érdekes, hogy 2017 éveleire értük el azt, hogy a garantált bérminimum az megelőzi az átlagbért. De egy nagyon fontos változás, de az átlagbérnek is nyilvánvalóan növekednie kell ahhoz, hogy Békés megye megtartó képessége növekedni tudjon. Nagyon nagy különbség van, nem csak Budapest és vidék között, még egy délalföldi régió és Békés megye között is. Békés megye megközelíthetősége nagyban fog javulni azzal, hogyha az M44-es megépül, de ez csak egy lehetőség. Nem minden megye tudott élni ezzel a lehetőséggel, de amilyen megyék, mint például a Békés megye, ahol szorgalmas, tisztességes emberek vannak, élni fognak ezzel, akkor nagyon komoly eredményeket érhetünk el a 2020 év után. Következő dia, családi adókedvezmények. Nagyon fontos változás 2010 óta, hogy korábban egy laza szociális háló és egy laza családtámogatási rendszer volt. 2010-ben egy koncepcióváltás volt. A munkával szerzett keresményből lehet igénybe venni a családi adókedvezményt. A családi kedvezménynek az alakulása az ábrán látható, azonban nem ilyen mértékű. Azért ilyen nagy a 2010 és 2011 közötti különbség, mert 2010-ben még adókedvezmény, 2011-től pedig adó alapból igénybe vehető kedvezmény, tehát nem a tízszerese, hanem körülbelül a duplája ez a támogatási forma. Nagyon lényeges, hogy a gyermekeket nevelő családok támogatásban részesüljenek, nagyobb terhet viselnek, mint a társadalom többi tagjai. A gyermeknevelés az egy nagyon komolyan kormányzati szinten is támogatott cél, és kormányzati eszközökkel is támogatott felfogás. Nagyon fontos, hogy a családoknak a megerősítése az egész gazdaság megerősítését vonja maga után. Tehát a munkából élő gyermeket nevelő családoknak a támogatása az folyamatosan nő. Nagyon lényeges változás, hogy most már csak akkor lehet igénybe venni, hogyha az eltartottnak van adóazonosító jele, tehát az a gyermek, akinek még nincs ilyen, annak el kell jönni az adóhivatalhoz, meg kell képeztetni ezt az adóazonosító jelet, és akkor igénybe lehet venni a családi kedvezményt utána. Még van egy pár fontos dia, a következő dia nettó árbevétel alakulása. Itt is egyfajta fenntartható fejlődés észlelhető, tehát folyamatosan növekszik a belföldi értékesítés nettó árbevétele és az export értékesítés nettó árbevétele. A top 100 vállalkozások között az az érdekes, hogy az export értékesítés nettó árbevétele, illetve annak a háromnegyede a top 100 vállalkozásokban realizálódik. Tehát a háromnegyedét ez a top 100 vállalkozói kör teljesíti. A következő dia az a mérleg szerinti eredményt jelenti. Ugye az üzemi üzleti tevékenység eredményéből, ha levonjuk a társasági adót és az osztalékot, megkapjuk a mérleg szerinti eredményt. Nagyon érdekes, hogy ezen a területen is kifejezett növekedés észlelhető. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha 2010 és 2015-ös évet nézzük, egy gazdasági világválság után nagyon komoly eredménynek számít, hogy 9,49 milliárd forintra, 31,52 milliárd forintra növekszik ugye a TOF vállalkozások bevétele, tehát ezen látszik, hogy ezeknek a vállalkozásoknak komoly szerepük van. És még van egy nagyon fontos szerepe a vállalkozásoknak. A vállalkozásokat azért kell kiemelten kezelni, mert ezek a vállalkozók
nem csak saját magukról, hanem munkavállalókról képesek gondoskodni. Kiemelten támogatni kell őket, segíteni kell őket, mert ők a megtermelői a nemzeti javaknak. Köszönjük szépen! Köszönöm a figyelmet! Kovács Tamással beszélgettünk az előző néhány percben a NAV Békés megyei adó- és vámigazgatóságának igazgatójával a gazdasági évnyitóról, illetve arról, hogy mi is történt az utóbbi néhány években adózás szempontjából. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!